A szoptatás az nagyon megváltoztatja azt, ahogy az ember a tejről gondolkodik. Az, hogy én előállítok egy ilyen anyagot, az hirtelen azt a matematikai egységet, ami egy liter tej egyenlő valahány forint, azt egy ilyen, egy komoly teljesítmény eredményévé teszi. És akkor sokkal könnyebb belátni, hogy ez egy élő anyag, aminek története van, meg eredete, meg személyek kötődnek hozzá. Hajtjuk magunkat reggel 6-tól este 8-10 óráig. Azért, hogy jó legyen a túró, jó legyen a tejfő, jó legyen a marhána. És velünk kitörődik. Egyszer csak semmi más nincs már belőle, mint egy árucikk, amit ugyanúgy lehet adni-venni, mint a tőzsdei részvényeket, és végül is ez is történik vele. Tehát ugyanúgy spekulálnak vele, mint ahogy az otthonainkkal, devizahitelek, meg magányugdíj alapok formájában, a jövőnkkel. Jutunk, hogy a tejet másnak kell eladni, méghozzá közvetlenül a fogyasztónak. Tegnap voltam bent a áruházban, és azt láttam, hogy 156 forintért van csetej, meg szlovák tej. Az Ödön Major egy szép nagy cég. A vezetője mégis azt mondja, hogy az utcán kénytelenek árulni a tejüket. Hegedűs Imre a nagy áruházak viselkedésével magyarázza ezt. Az import tejek 150 forint körül vannak, a magyar tejek meg 180 és 250 forint között vannak. Az a tej, ami Magyarországon 150 forint, az a tej Szlovákiában egyébként 220 forint. És Szlovákiában a lengyel tej az olcsó. A tejterméktanács is vizsgálta, hogy mi lehet az oka ennek a furcsa árképzésnek. Annyi biztosan kiderült, hogy ez nem fair. A jövőben felkívánunk lépni a diszkriminatív árképzés ellen. Ugyanolyan árszinten szállít be egy magyar beszállító mondjuk egy 1,5%-os UHT tejet, mint mondjuk egy külföldi beszállító. Mégis mire a polcon találjuk, azt látjuk, hogy ugyanaz a kategóriai termék egy magyar eredettel 220 forintért kerül ki a polcra, míg mondjuk a külföldi lényegében a beszerzési áron kerül a fogyasztók elé. Stratégiai célja a kereskedelmi áruházláncoknak, hogy legyen csalogató termék, és ez a tej. Ezért bármi áron olcsón kell kitenni a polcra a tejet. Szó szerint értem, bármi áron. Hegedűs Imre szerint tehát a vevő az olcsó tej miatt megy be az áruházba, de utána megvesz minden mást is, és ezért éri meg az áruháznak olcsón adni a tejet. Akármi is az oka annak, hogy az áruházak a külföldi tejet olcsóban adják, a termelőknek ez rossz. Annak, aki több millió liter tejet ad-vesz, annak valószínűleg nem tűnik fel, hogy ez valójában rengeteg ember életére milyen hatása van. Soros György mindig azt mondja, hogy a tőzsde az egy objektív terület, ott haszon van, meg vétel, meg eladás, és ez nem igaz. Tök látványosan dönti be családok, kisgazdaságok jövőjét, sőt, nagy gazdaságok életét tudja bedönteni, mert ezekkel a spekulációkkal olyan jól le lehet nyomni az árat, hogy az emberi tényező az már tényleg a legutolsó szempont. A Melis testvérek tehenészetéből éppen elszállítja a felvásárló a tejet. Megkérdeztük, mennyit kapnak egy liter tejért a felvásárlótól. Nem titok, 48 forint plusz áfát adnak literenként. Ez gyakorlatilag az előállítási költségnek a felét, ha fedezi. Ebből nem lehet villanyszámlát kifizetni. Mit tudok olcsóbban beszerezni? Például gázolajat? A tejtermelés jelentős költség, az egyik legnagyobb költség az energia. Hoppá!
Na jó, de miért annak nem jut semmi, aki adja? Azért, mert önnek van a legkisebb érdekérvényesítő képessége. Azért, mert a csarnok azt mondhatja, hogy becsukom az ajtót, és nem veszem át tőled 3 napig a tejet. Mi történik vele? Semmi. De ha neked itt vannak a jószágok, és egy hónapig nem veszi át tőled a csarnok a tejet, vagy a tejfeldolgozó, mit csinálsz? Ugyanúgy kell fejned reggel, ugyanúgy kell fejned este, ugyanúgy kell etetned, ugyanúgy kell... Nem fogod egyik napról másikra eladni, amit én. Az elmúlt 3 évben több mint 500 magyar tejtermelő gazda beszüntette a tevékenységét. Az EU csatlakozás előtti évben 22 ezer tején tartó gazdaság volt, ma 3200. Világkereskedelmi termékké vált a tej és a tejtermékek, és ezek világviszonylati változásokat nagyon nehezen tud az egyszeri szereplő, piaci szereplő lekövetni, és ez nagyon nehéz igazodni. Mit lehet ilyen árversenyben csinálni? Kicsi vagyok hozzá, nem tudok vele mit kezdeni, nem tudok ellene tenni, harcolni, megint nem tudok ellene, mert nincs hozzá eszközöm. Egyetlen egy módon tudok ellene bármit is tenni, hogyha a termelő és a vásárló közül kiiktatom az összes kereskedelmi funkciót, szereplőt. Na ez az. Melisék is azt csinálják, amit az egyekiek. Közvetlenül a vásárlónak adják a tejet. A bolti tej nem tej. Hogyha ezt rá van írva, igen. De sajnos nem igaz, hogyha ezt felforralod, akkor lesz egy centi vastag tejszín, amit külön le lehet kajálni róla, és nagyon finom. Ez tej. A többi az meg se közelíti. A magyar és a hazai, tehát a pénzemet azt nem multinak adom, hanem őnekik adom oda. Itt marad Magyarországon. I think we should mainly consume local products, I mean as far as possible. 3 értelme van annak, hogy a termelőtől vásároljunk tejet. 1. Jobb tejet kapunk. Tudják önök, mi a teljes tej? Íme egy átlagos tejfogyasztó. Ha kinyitom a Spice ajtaját, és találok benne dobozos tejet, meg kimért tejet, akkor a dobozos fogom kivenni. Szóval nekem a tej az homogénezett és pasztőrözött és kocka alakú. Így ehhez vagyok hozzászokva. A teljes tejből kivonják azt az anyagot, a tejzsírt, amiből a tejszín, a tejföl lesz, vagy a vaj, és aztán beletöltik egy zacskóba, és ráírják, hogy tej. Pedig ez nagyon-nagyon különbözik attól, mint ami kijött a tehénből. Tehát én nem tudtam, hogy mi az, hogy nyers tej. Most már tudom, hogy az, amikor, ami a tehénből kijön, és nem csinálnak vele semmit. Ez a városi köztudatban nem annyira ismert kifejezés, mint mondjuk az, hogy sales manager. Ha a helyi tejet isszuk, akkor nem utazik országhatárokon át. Tényleg, a németek vajon mit isznak? Megkérdeztünk erről egy EU illetékest. Well, my experience from the country I know best, where I come from in Germany, is totally different. You would not find any foreign milk in the supermarket shelves. However, it's up to the supermarkets to decide which products they are placing where and under which prices. I mean, this is I don't think it's the Commission who should, or the EU, okay, who should tell the supermarkets for which prices they should sell the milk. I don't think we would have many supporters of that. Próbáljon meg valaki Ausztriába magyar emblémás tejtermékekkel kereskedni, hát nem sok sikert tart. És nem azért, mert hogy olyan nagyon merev szabályozási korlátai lennének, hanem egyszerűen a fogyasztó ezt nem tolerálja. A legszomorúbb egyébként az, amikor tehetős emberek, és ismerőseim között vannak, nyilván élnek, és ők sem értik, hogy miért kell nekik 200 forintos magyar tejet vásárolni, mikor megvehetik 150-ért is az importtejet. És nem értik. Még vannak kistermelők egész Európában,
de a túlélésért küzdenek mindenütt. Például ezek a bolgár tejtermelő szerzetesek. Az Európai Unióban az ilyen igényes, kisléptékű gazdaságoknak mindenütt nehéz. A nagy cégeknek áll a zászló. Megkérdeztük Schmidt urat, mire számíthatnak a tejtermelők a jövőben? The EU will show that we will have same conditions in all member states, the same market conditions. Mm-hmm. Now every country can do as they want and every producer can do as he wishes. And then at the end, he has to react to the market signals. That does not mean that it is always positive for everybody. Szóval jó ez a világpiacosdi, csak nem a kicsiknek. Például ezek a bolgár szerzetesek is, csak úgy, mint a meliség, kiszálltak belőle. Inkább helyben maguk árulják a termékeiket. Az Európai Unió nem lehet egy olyan gazdasági közösség, ahol a multinacionális nagy cégek érdekei a legfontosabbak. Még a közgazdaságon belül is fontos például az, hogy egy adott gazdasági modell hogyan hat a munkahelyekre, hogy hogyan hat a társadalmi kohézióra, hogy hogyan hat arra, hogy a vidéki területeken fejlődik-e a gazdaság, vagy pedig a vidék leszakad a jól menő cégek által dominált nagyvárosoktól. Szóval rajtunk, a vásárlókon elég sok múlik. Például a tejtermelők jövője. Az, hogy mi 2 év alatt eljutottunk erre a szintre, hogy sor álljon az autó előtt, a mi termékünket várják az emberek, hogy sorra kerüljenek. Ez nekem is, az Esztinek is, a Bandinak is, a Katrinak is egy akkora dolog,